Sziasztok, itt vagyok, most jelenleg Kisterenye, állomáson, és ismét egy vonalbejáró túra lesz, nem a 84-es, hanem egy abból kiágazó Rákóczi bánya felé vezető régi szárnyvonal. Azt már a 84-es bejárásánál is mutattam nektek. Hát most ezt a kb. 5 km-es szakaszt ezt most le fogom tudni, hogyha minden jól megy. Legalábbis ameddig a sínek megvannak, egy kérdezzetek meg mennyi betonaljat ide hoztak. Remélhetőleg azért, mert be lesz építve például a 84-esben, mert ott mondjuk szükség lenne rájuk. És akkor ismét a 84-es vonalon, 15-ös szelvénykő, és ott van a kiágazás, amiért most jöttem, és itt volt az egykori ölthely, honnan kezelték. Hát itt eltűnik a gazban ugyan, tehát nem biztos, hogy itt fogom követni, viszont ott van a 23-as út, onnan viszont. Ezt az épületet pedig már akkor megnéztem, és akkor is csak egy kibelezett valami volt, úgyhogy ezt most kihagyom, mert ugye itt biztos nem változott semmi. Azért a vonóvezeték tartók még látszanak. És itt tűnik el, és egyébként ez a egészen Kazárig felment egykor. Itt igazából ezen személyforgalom sose volt ezen a vonalon, ez iparvágány volt a bányákhoz. Vagyis hát menetrend szerinti személyforgalom nem volt, a bányák azok elképzelhető, hogy járattak itt rajta olyan bányászokat szállító szerelvényeket. Bár az is inkább keskeny nyomtávon volt jellemző. Itt van maga a kiágazás a védőcsonkával. És ez a 84-es, ami még jelenleg is aktív. Ingyen személyforgalom nincs rajta, viszont innen Kistetelenyétől Mátra balláig egy faszállítás van hetente egy pár alkalommal. És Recskéig is van a másik oldal, Rokálkápolna felől kiszolgálás, és egyébként a teljes vonalat a PFT az járja is. Ugye javítgatja, meg a karbantartásokat elvégzik. Onnan hiányzik egy sínszál. És itt van egyébként a vágány, de itt nem látszik, hogy mostanában járt volna bármi is erre. De egyébként itt van. Csak hogy megmutassam, hogy tényleg. De ez itt a zűrszelvény, ami gyakorlatilag teljesen benőtte itt a gaz. Azért közben átjöttem a túloldalra, és itt van a vágány, de az útból kiszedték. Errefele viszont a gazban még megvan, ki tudja meddig. Úgyhogy hajrá előre. Ugye pár kilométer van már csak belőle egyébként is. Ugye Kazárig egyébként még a közúton is csak pár kilométer van. És ezek Rákóczi bányáig megvan tovább, nem biztos. Hát itt még azért látszik valamennyire a gazba. Hát itt vannak a sinek, csak nem látszanak a gazból. Na talán ott látszik ott a bizonyíték. Nagyjából kivehető csak, hogy merre ment a vágány. De követem, ameddig lehet. Nem, hogy ez még fénykorában sem volt egy kilométernél hosszabb. Úgyhogy sokat biztos nem kell menni. És ezt nézzétek, sikerült ezen a dzsumbujon végigmászni. És errefele már jelentősen jobb a helyzet. Legalábbis egy darabig. Aztán meglátjuk, hogy mit tartogat még. De egyébként örüljünk annak, hogy most lehet haladni rajta. Így kell útátjárót csinálni ott, ahol nincs. Tanleszke, és egyébként ott a 20-as szelvény. Én erre az oldalon az is látszik, hogy ez a 20-as. Tehát még optimál esetben is csak 3 km. És itt már van egy földút mellette. Hogyha nagyon romlik a helyzet, és nem lehet már menni a vágányon, itt le tudok menni mellé. Itt van egy magányos pózna is. Mondjuk azt szerintem nem távközlési volt, hanem villanyvezeték, mert egyel arrébb viszont ott van a villanyvezeték, meg a másik oldalt is van. Tehát valószínűleg ide volt, valahogy vezetve a villany, aztán valamiért megszűnt. És itt még szépen megvannak a vágányok, még egész jól járható is a szakasz. Nyíl egyenesen megy. De egyébként a térkép szerint is így van egészen Rákóczi bánya fele, ha jól emlékszem a térképen. Aztán lehet, hogy még Kazárig is megvannak a sinek, bár én úgy hallottam, hogy azt már felszedték. De hát majd kiderül, mondom, hogy ilyen egymásnak ellentétes információk vannak. És a Google utca kép se segített ma azon a környéken.
és itt van az egyik szakasznak a vége. Itt viszont van egy útátjáró, és az átjáróban is megvannak a sínek, bár ugye itt nyilván, mert ez csak egy földút. Itt nem sok vizet zavar egyébként se. Szerintem 23-as útból se szedték ki szerintem, csak amikor újra lett aszfaltozva, akkor ráaszfaltoztak. Hát itt viszont tovább azért kezd visszatérni a dzsumbuj, úgy látom. Ezt nézzétek, itt már csak a nyomvonal van, meg a sínek nincsenek. Viszont a betonaljak meg a talpfák, igen. Ezt nézzétek meg. Itt állok rajta egy betonaljon, és nincsenek meg a sínek. De csak utána még az átjáró után is megvolt egy darabig. És most tűntek el. De ez így már érdekes. Akkor lehet, hogy eddig felszedték egyébként az egészet. De én most viszont még egy darabig el tudok menni. Mert a nyomvonal az még itt mondhatni tiszta. És nincs a környéken semmi. Ezt nézzétek, itt is van még egy áteresz. Se korlát, se sín. Itt viszont ismét vannak sínek. Kérdés, hogy meddig, viszont valamiért ott egy szakaszon nem voltak, de most itt ismét megvannak. És ott viszont van egy épület, tehát az még lehet, hogy egy őrhely volt régebben, vagy egy lakodó. Ezt nézzétek, itt egy váltó is volt. És itt ágazott ki egy vágány valamerre. Ja, még az valószínűleg valami iparvágány lehetett, de ez már ott a gaz után sincs meg. Itt viszont biztosan volt egy lakodó. És ezt nézzétek, itt már világítás is van. És a rakodó vágányok is itt ágaznak ki. Itt volt az egyik rakodó. Nézzétek, ez itt egy egész szép rendező pályaudvar van itt. Több vágánnyal rakodó volt, azért hatalmas forgalom volt régebben. És van itt két ház is, amik valószínűleg még lakottak is, mert a villany mind a kettőre be van vezetve. És az egyik az még rendezettnek is tűnik, legalábbis nem úgy néz ki, mint amelyik már több éve üdesen áll. Haladjunk akkor tovább. Ez a fővágány, és játszik, hát azért még a lakodóvágányok ágaznak ki mind a két irányba. De hát menjünk tovább. Igen, ott mellettünk az a 23-as főút. És mindjárt Rákóczi bánya. És ezt nézzétek, itt egy már felszedett iparvágány, aminek a nyomai azért még megvannak. És ez itt vezet be egy telephelyre, ami ma már ugye nem az, ami volt, de valami KFC-nek a telephelye van most, de hát ők meg a vasutat már nem használják. És itt vannak a fővágányok. Hát ezt nézzétek, ez nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez a végállomás. Ez szerintem, hát, ugye elműk elkerítve nincsen, de ez már valószínűleg magánterület. És itt volt az egykori rakodó. És ezt nézzétek, ott a háttérben ott vannak már hegyek, és ott van még egy rakodó. Itt meg, hát nem tudom, hogy itt mi van. Na ezt nézzétek. Ott vannak a vágányok, ahol azok a kandelárberek vannak, viszont az már bánya, tehát az már magánterület, oda nem lehet bemenni, csak ennyire. Azt szerintem egy lakodó nyoma, és ott van egy épület, az meg ki tudja, az lehet, hogy raktár volt, vagy szénosztályozó, vagy hát bármi. Elmegyek még a közúton a Rákóczi bánya fele, már csak azért is, mert csak onnan van busz, aztán megnézem, hogy hát ha ott a bánya területén túl még van valami. És ezt nézzétek itt a túloldalt, még a sínek megvannak. Itt volt még a rakodó, és ott is volt egy épület, ami tudom, hogy micsoda. És itt viszont van egy híd, ahol még szintén megvannak a sínek. Ezt nézzétek. Hát itt van ez a patak, ami fölött pászol, már átment a vasút, és szennyi. Innen viszont nem lehet tovább menni, tehát lehet, hogy még vannak sínek a rakodó végéig, de megkorolom a közút felől, hát ha. És akkor látjátok most már. Rákóczi bányára visszaérkeztem, mert tovább nem lehet követni a vágányt innen, mert tényleg felszedték, tehát Rákóczi bányáig megvan. Szóval mennyire a Susnyásban, amit láttatok, annál jobban nem lehet. És itt már busz megálló, és itt a párja, és innen fogok majd már visszafele menni.
Hát Salgótarjánig lehet innen elmenni, aztán utána onnan ugye már van vonat. Hát egy olyan körben egy negyed óra, ami megérkezik a busz. Lehet, hogy egyébként pont az fog jönni, amelyik ott van. Úgyhogy ez a vonalbejárás, ez ennyi lett volna. Itt a hatalmas nagy susnyásba kellett egy-két helyen szintén mászkálni, de viszont rövid volt, szerencsére csak olyan 5 km, tehát végül is kibírható. Úgyhogy majd legközelebb találkozunk egy következő videóba, addig is sziasztok!